Sziasztok! A mai videó az a bullyingról fog szólni, a csúfolódásról, a mások becsmérléséről, abuzálásáról, zaklatásáról, bántásáról. És a napokban feljött nem is egy helyen ez a téma, nem véletlenül, egyre többször lehet beleszaladni, hiszen egyre nagyobb teret nyer az online bántalmazás, az, amikor másoknak beszólunk, és hát szerintem már nincsen olyan platform, ahol ne ütötte volna fel ez a fejét, úgyhogy igenis ideje beszélni róla, és én Instagramon készítettem most erről egy kis blokkot, és megkérdeztem az ottani követőket, illetőket, akik nézik az oldalamat, hogy őket hogyan bántották bármikor. Nem csak online térben, hanem fiatalkorukban, az iskolában, bármilyen közösségben, munkahelyen, és elborzasztó volt az eredmény, amiket írkáltak, amiket meséltek, amilyen beszélgetések kialakultak ebből, mert nagyon sokan rám írtak, hogy hogy érintette őket, és ez volt ez az utolsó löket, ami arra késztetett, hogy felvegyem ezt a videót, aminek én már többször nekifutottam, csak túl hosszú lett, és lehet, hogy most is az lesz. Úgyhogy úgy készüljetek, hogy biztos, hogy el fogok kalandozni. El fogom mesélni, hogy engem mikor bántottak, hogyan és miket éreztem, hogy lehet ezen talán túllépni, hogy lehet kezelni, és megpróbáltam egy kis statisztikával, illetve tudományos alappal is megtámasztani a mondandómat. Ha érdekel téged ez a videó, akkor maradj itt velem! Először is, mi az a bullying, amit folyamatosan hallunk, mint kifejezést? Ez egy angol szászó, ami összefoglaló neve gyakorlatilag a zaklatásnak, erőszakoskodásnak, bántalmazásnak, kirekesztésnek, csúfolásnak, megalázásnak, és fogok puskázni, mert tényleg nem akarok semmit kihagyni a jegyzeteim közül. És ennek a bullyingnak, ahogy én is fogom sokszor emlegetni, rengeteg fajtája van. Van a verbális, amikor szóban vagy akár írásban mondunk a másikról rosszat, becsméreljük, bármilyen szinten bántjuk. Van a fizikai, hát ez egy sima lehúzott pofon, vagy bármi, ami fizikailag tényleg atrocitásként ér. Van az érzelmi bántalmazás, hát szerintem ez az egyik legrosszabb, amikor valakit szeretsz, és ő bánt téged, akár érzelmi zsarolással sakban tart téged. Van a szexuális bántalmazás, ez is az utóbbi időszakban felkapott téma lett, mert egyre többen mernek beszélni róla, viszont nagyon durva, hogy néha a közvélemény reagál ezekre a történetekre, és nem hiszik komolyan, nem hiszik el. És nemrégiben pont néztem az egyik pszichológusnak erről az előadását, és ő mondta el, hogy aki előáll egy ilyen történettel, azzal ténylegesen megtörtént, ő még nem találkozott olyannal, aki csak kitalált volna ilyesmit. És a szociális bántalmazás, ez pedig a kiközösítés, ezzel is szerintem mindenki találkozott, ha máshol nem, akkor az iskolában, de a munkahelyeken is előszeretettel szoktak ilyesmihez folyamodni. A bullying fogalma azaz, hogy szisztematikusan hosszabb ideig elkövetett, szándékos és tudatos bántalmazó viselkedés, a viszonyok kiegyenlítetlenek, és nem cserélődnek fel. És ez a legfontosabb dolog, hogy aki bánt téged, az mindig a bántalmazó abban a viszonyban. De ez nem jelenti azt, hogy őt valaha, vagy más területen az életében, más csoportban nem bántják, vagy nem bántották. Ez nagyon gyakran egyébként a bántalmazó, az, aki neked beszól, ő maga is megtapasztalta ezt, de valamiért elfelejtette, hogy milyen érzés ezt átélni. Az biztos, hogy bárhol téged bántanak, az mély sebeket okoz, azt egész életedben hurcolod, és nekem, amiket írtatok, mindenki szinte egytől egyig, aki leírta a tényeken kívül, hogy mit érzett, azt írta le, hogy a mai napig görzsbe rángul a gyomra, hogy a mai napig rosszul érzi magát emiatt, és a mai napig zavarja az a bizonyos testrésze, az a tulajdonsága, az a dolog, amiért őt megpróbálták megalázni, vagy csúfolták, vagy bármi. Az egyetlen érzés, ami nem fakul meg, és amit bármikor fel tudsz idézni, az a szégyenérzés. És nagyon sokszor a megszégyenítés eszközét alkalmazzák velünk szembe. Van olyan, hogy az iskolában akár a tanár
vagy a saját közösségünk, a saját korcsoportunk, és ahogy utána néztem ezeknek a tényszerű dolgoknak, gyakorlatilag ez egy világméretű jelenség, és országtól, kultúrától független, kortól és nemtől mindenhol tapasztalható ilyen fajta bántás. Egy kis része nem tudatos, és nem azért történik, mert tényleg bántani akar az illető, de nagyon nagy százaléka viszont direkt, és ez szerintem borzasztó. A nem tudatos is nagyon-nagyon fájdalmas tud lenni az embernek. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy ne vedd magadra, ami nem érint. Nyilván az ember, amiben kételkedik magával kapcsolatban, azt könnyebben magára veszi, és olyankor tudja úgy rákcsálni, és lehet nem is neki szánták, de ezért kell figyelnünk arra, hogy mit mondunk másoknak, mert akár nem direkt is olyan sebeket okozhatunk, amiket aztán cipál. Nálam például a nagyfenék, vastag comb problematikája volt ez, ami áthatotta az egész életemet, és nagyon sokszor mondtátok a videóban, hogy én ezen lovagolok. Igen, mert engem is bántottak emiatt, és még rengeteg dolog miatt. Amióta van közösségi média, és amióta kipakolják emberek magukat a közösségi média elé, például én is, hogy csinálok videót, rengeteget bántanak. És az, hogy én itt ülök, az nem jogosít fel senkit arra, hogy belém rúgjon, belém törölje a lábát, és megkeresse azokat a hibáimat, amik vannak. Egy nagyon nagy részét tudom. Sőt, bármikor fel is vállalom, sőt, beszélek róla. Beülök egy kamera elé, teljesen pucír arccal, és úgy sminkelek, hogy lássátok a bőrhibáimat, lássátok, hogy nekem is nő az orrom, és egyre nagyobb, hogy nem tökéletes gyakorlatilag semmilyen porcikám, hogyha szétszedjük, és ezzel nincs baj, mert emberek vagyunk. És odáig fajultak a dolgok, hogy most már ezért is kapnak emberek borzalmas kritikákat, mert megmerik mutatni azt, hogy hogy néznek ki smink nélkül, hogy néznek ki a valóságban, és erről fogok csinálni majd egy ilyen teljesen lecsupaszított, sminkmentes arcú videót, és meg fogom mutatni, hogy én hogy nézek ki, megmutatom az összes hibámat, megmutatom a striáimat, azt, hogy éppen hol van rajtam plusz kiló, mert lehet, hogy erre van szükség. Lehet tényleg erre van szükség, hogy az ember ezeket megmutassa, hogy rájöjjünk arra, hogy a filterezett világ az csak önmegtévesztés, illetve eltorzítja a szép érzékünket, és egyfajta szépségideált tesz elfogadhatóvá. Viszont most erről tovább lépek, mert ez egy külön videó lesz, szerintem nem sokára, és arról szeretnék beszélni, hogy szavaknak milyen súlya van, és hogy miért fontos beszélni a bullyingról, és miért fontos ezt leállítani, mind a közösségi médiában, mind a környezetünkben. A fiataloknak a 15%-a valamilyen bullying áldozata most is, ezen a napon. Bármilyen bántás fogja érni őket. És az online bullying zaklatás az 37%-ot érint a népességből, ami óriási szám szerintem, és engem is megdöbbentett, hogy gyakorlatilag az egyharmadát az embereknek évente egyszer valamilyen becsmérlő beszólás éri az interneten. És ez nagyon nem jó. Ezek az emberek, akik ilyeneket mondanak, általában azt szokták mondani, hogy ami a szívemen a számon, szerintem ez a bunkóság, szólásszabadság van. A szólásszabadság nem azt jelenti, hogy te bárkit megbánthatsz, bárkit kinevethetsz, vagy kigúnyolhatsz. A szólásszabadság az nem itt kezdődik, és szerintem valahol most már meg kell húzni majd a határt, és erre biztos vagyok benne, hogy lesznek lépések. Illetve vannak is lépések, nem egyszer lehet olvasni a közösségi médiában, hogy valaki gusztustalan kommentet írt egy ismert ember profilja alá, és utána elvesztette a munkahelyét, mert észrevette a főnöke ezt, és nem tudott azonosulni vele, sőt vannak olyan munkahelyek, ahol nem is engedheti meg magának ezt. Például egy óvónő nem írhatja oda szerintem egy gyerek képe alá, hogy milyen rusnya az a gyerek a valamelyik sztárnál, vagy sztárnak a gyermeke. Szóval vannak azért olyan dolgok, amiknek igenis kell, hogy legyen következménye, és igenis szembe kell néznünk azzal, hogy mit írunk le, hogyan fogalmazzuk meg azt a dolgot, és bele kell gondolnunk, hogy ezt látja minden ismerősünk. Vagy,
vagy hogy ha mi kapnánk meg, bár empátiát nehéz feltételezni ezekről az emberekről, de hogyha mi kapnánk egy ilyet, akkor hogyan éreznénk magunkat. És az ismert embereknél, de amúgy csak simán egy kis csatornával rendelkező youtubernél is azt szokták kérni, hogy ha kiteszed magad ennek, akkor vállalod a következményeit, akkor igenis jogunk van elmondani a véleményünket. És persze van jogod elmondani a véleményedet, de nem mindegy a tálalás, a csomagolás, és hogy az építő-e. És szerintem az emberek nem tudnak jól véleményt nyilvánítani, és nem tudják, hogy hol kezdődik a bullying, meg hol ér véget a vélemény, és ebből baromi nagy katyfasz, és igencsak mély sebek származnak. Na de beszéljünk az áldozatokról. Szerintem mindenkinek van egy története, amikor bántották, csúfolták, gúnyolták, és általában külső adottságok miatt. Nagyon könnyű belekötni a testsúlyba, a testmagasságba, a szőrzet mennyiségébe, szemüvegbe, bőrszínbe, hajszínbe, gyakorlatilag bármibe, amilyen kézenfekvő is azonnal szembe jön. Amiben nálam nagyon gyakran belekötöttek, amióta videózok, az a hangom. Hogy repet fazék? Genetikánál lehet reklamálni, esetleg a szüleimnél, hogy rossz kombóba csinálták meg a hangomat, de ez van. A szénak az a hajam, ami most kivételesen nem látszik, és biztos vagyok benne, hogy egy csomóan írni fogjátok, hogy úristen, milyen jól áll így egyenesen. Én tökre szeretem a szénak az a hajamat. És hogyha én ezt felvettem volna az elején, amikor azt mondták, hogy fúj, hogy néz ki, akkor mániákusan egyenesítettem volna, valószínűleg egy ilyen kis csonk lenne már belőle, mert nem bírja a vékony szájú hajam az egyenesítést. Folyamatosan stresszelnék azon, ha egy pici hullám is megjelenik, hogy úristen, most biztos csúnya vagyok, és rengeteg időm elmenne minden nap, hogy harcolok a hajammal, és megpróbálom bekorlátozni az én, illetve nem is az én, mások elképzelései alapján. Általában azok, akiket bántanak, introvertáltak és visszahúzódóak, valamint egyes kutatások szerint találtak egy közös pontot, hogy túlféltő, túl óvó családból származnak, olyan családból, ahol gyakorlatilag megvédték őket, és kikerültek a zord világba, ahol ilyen emberek voltak, és nem tudnak vele mit kezdeni. Egyszerűen csak pislognak, hogy miért bántott engem. Én is nagyon sokszor lefagyok, hogyha bántás ér, és utána gondolkozom, hogy mit kellett volna mondanom erre, hogy kellett volna ezt jól lereagálnom. És próbálom utána feloldani magam azzal, hogy hogyan is kellett volna megfelelően válaszolnom, bár lehet, hogy tök fölösleges, mert meddő vita. Zaklató. Hát a zaklatók agresszívek, és elfogadóak az agresszivitásra szemben, sőt, élvezik azt, hogyha ilyesmit látnak. Nagy önbecsülés mögé bújtatott önbizalom hiányban szenvednek, szóval ők úgy csinálnak, mintha nagyon menők, nagyon vagányok, nagyon kerekek lennének magukkal, de pszichológiai kutatások szerint elképesztő önbecsülés és önbizalom hiányuk van. Valamint átlag alatti az empátiájuk, ami, ha lehet így mondani, szerintem egy komoly fogyatékosság, hogy nem tudod a másik ember szerepébe, helyzetébe képzelni magadat, nem tudod elképzelni, hogy ő mit érezhet. Sokan sérült személyiségűek, tehát azért kezdenek el bántalmazni téged, vagy engem, vagy bárkit, mert őket valahol máshol bántották, és vagy megelőzésképpen, mint félelem, és ha ő majd megmutatja, hogy hogyan kell ezt csinálni, és be tud szólni, akkor őt majd nem merik bántani, vagy pedig csak simán leadják ezt a frusztrációt másokon, és rúgnak bele egyet, mert fél percig ettől jobban érzik magukat. Ami még közös vonás, amit találtak náluk, hogy általában szigorú családi háttérből származnak, szigorú, ilyen diktatórikus szülőktől, és nagyon sokan elhanyagoltak. Szóval, aki beszólogat, annak valószínűleg valami komolyabb problémája van. Kerestem arra is a választ, hogy miért. Miért bánt valaki mást? Mi lesz ettől jobb neki?
Tudja, ahogy az előbb is mondtam, a frusztrációját próbálja levezetni itt, azt, hogy ő neki nem kerek az életen, nem boldog, nem kiegyensúlyozott. Aki boldog, az magával foglalkozik, az örül annak, amilyen van, próbálja megtalálni a következő célját, elérni azt a dolgot, amire vágyik, és halad szépen az útján, és kitölti az életét, ezt, hogy ott vannak körülötte a gyerekei, a családja, a szerelme, a mindenféle apró pillanata és a barátai. És nem foglalkozik azzal, hogy mondjuk XY sztár hogy néz ki, vagy XY youtuber, vagy csak a szomszéd lány mit csinál. Mert nincs erre szüksége, hogy ettől ő kitöltse a napját, mert a napja szép és kerek, és klasszul felépített. Van, aki rossz mintát látott, és ezt próbálja követni, imponál neki az, aki hatalommal bír, és úgy gondolja, hogy ha ő ezt leutánozza és beszólogat, és másokon élezi a nyelvét, attól jobb lesz. Ez egyébként mostanában megjelent szerintem a közösségi médiában, akár youtuber oldalon is, és én nekem ez nagyon nem tetszik. Valamint a féltékenység is ígység szokott lenni még az ok, ezt nem tudom igazából értelmezni, mert én ha látok valakit, aki tök ügyes, engem az motivált mindig. Én úgy voltam vele, hogy fú, ha ő meg tudta csinálni, akkor vajon én is képes lennék rá, vagy én hogy tudnám azt a célomat elérni, és akkor nézzük meg, hogy ő hogyan csinálja. Én az ígységet annyira nem tudom megérteni, mert nem éreztem még szerintem életem során soha, hogy más anyagi javait irigyelném, megjelenését, mert nem tőlem vette el. Attól, hogy neki van, attól nekem nem lett kevesebb. Attól, hogy valaki szebb, attól én nem lettem csúnyább. Szóval én azt nem értem, de ezt szokták mondani, és nagyon sokszor, amikor én kaptam bántást, akkor engem ezzel nyugtattak, de mivel nem ismerem az érzést, ezért nem igazán tudom, hogy miért történik ez. A közösség. Hát általában végignézzünk egy pár ilyet, és nem szólalunk meg. Végignézzük óvodában, iskolában, és még nem vagyunk elég nagyok ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy állj meg, ne csináld. Vagy nem vagyunk olyan helyzetben, hogy azt mondjuk a főnökünknek, vagy a tanárunknak, hogy miért bántad ezt a szerencsétlen osztálytársamat, munkatársamat, baszki, mert ettől nem lesz sikeresebb, ügyesebb, jobb, és miért van erre szükséged, hogy te lealázz bárkit is? Rengetegszer láttam ezt iskolában, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy nyuszi voltam akkoriban, és nem szóltam közbe. Bár valószínűleg az igazgató irodában találtam volna magamat, de most nem lenne lelkiismeret furdalásom. És ez a dolog, ami mögötte volt, ez a megfélemlítettség. Én is féltem, hogy ha odállok, hogy tessék befejezni, vagy odállok valamelyik osztálytársam elé, vagy csoportársam elé, hogy fejezd már benne, piszkáld már, akkor én leszek a következő. Pedig valószínűleg nem lettem volna, mert ezek az emberek attól, ha azt mondja valaki, hogy fejezd be, megrémülnek. Hiszen sokszor a félelmükből indul ki az, hogy másokat cseszegtetnek, illetve az önbizalom hiányukból. Azzal, hogy te végignézed, és nem avatkozol közben, legitimizálod, és te is bűnrészes leszel. Úgyhogy én mindenkit nyomatékosan kérek, ha valahol is lát bármilyen bántalmazást, beszólást, megalázást, csúfolást, akkor álljon oda és írja meg legalább annak az illetőnek a megbecsülése véget, illetve hogy nincs egyedül, hogy ezt az egyedül levő érzést megszüntesse, hogy ez nem igaz, és én veled vagyok, és a másik nem jól csinálja, illetve a másikra szóljon rá, hogy fejezze be, és miért csinálod ezt. És én nagyon sokszor jártam úgy mostanában, hogy egy ilyen esetben oda kommenteltem, már csak kísérletből kifolyólag ilyen fantasztikus sajtóorgánumok alá, Blikk és egyéb társai, hogy jó, de te miért csinálod? Miért jó neked az, hogy mondjuk Ördög Nóra képe alá oda kommentelsz valami iszonyat csúnya dolgot? Ettől neked jobb lesz a napod? Vagy miért? És nem tudnak rá választ adni. Nem hiszem, hogy elgondolkozik, de abba hagyja. Nagy vonalakban abba hagyja. Ha ignorálod és figyelmen kívül hagyod ezt, gyakorlatilag az is ugye legitimizáció, és sokan pedig ugye, ha ezt látják, akkor még beszállnak, mert ők is egy kicsit ettől jobban érzik magukat. Felolvasok pár bántalmazást, amiket kaptam, ami miatt bántották ezeket a lányokat, férfiakat.
Azért, mert kövér vagyok, mert oviban is az voltam, visszanézve az ovis képeimet, még nem is, de már bántottak. Sejpítés miatt elég pössze voltam, és emiatt folyamatosan bántottak. A fenekem mérete miatt, széles csípő miatt, 47 kilósan se volt tenyérnyi fenekem. Alig van olyan porcikám, amire legalább egyszer ne kaptam volna rossz indulatú beszólást. Azért, mert szőrös vagyok, PCOS, mert más a bőrszínem, mert kicsi a cicim, mert erősebb a szőrzetem. 3 éves korom óta nincsen hajam, ez egy betegség és a kopasságom miatt. Szemüveg miatt, vörös hajszeplő zöld szem miatt, ma már különlegesnek érzem magam miatta, de évekig gyűlöltem. Először azért, mert vékony voltam, aztán pedig, mert híztam pár kilót. Soványságom miatt, mert gebének csúfoltak. Családom anyagi helyzete miatt, illetve súlyom miatt, de ez megerősített. Vörös hajam miatt, azért, mert nem volt mellem, mert szemüveges vagyok. Elképesztő. Lapos és széles orrom miatt, boxolónak csúfoltak. Alakom miatt, hogy semmi alakom sincs. Túl vékony voltam. Eszelte rendesen? Szorgalmam miatt és a tudásom miatt. Pattanások miatt, mert kövér vagyok, mert fejlődni akartam, és külföldön tanultam, és ezért lehazaárulóztak. Magasságom miatt. Kiszelt tündének csúfoltak, 8. már nem szedtem a szemöldökömet. Kapafogúnak csúfoltak. Általánosban kövér voltam, azért csúfoltak. Elálló füleim miatt csúfoltak. És még órákig sorolhatnám, mert ez körülbelül a tizede, és az is, amit kitettem Instára, mert életemben nem kaptam ennyi választ egy kérdésre Instagramon. Szóval ez egy elég komoly téma. Lelkisebeket mindenki hordoz ezek szerint, és gyakorlatilag tök mindegy, hogy milyen külső tulajdonság belekötnek, ha túl vékony vagy, ha túl kövér vagy szerintük. És nálam is így volt. Ha elmesélem időrendben a dolgokat, egy nagyon jó óvó környezetből jöttem, egy aranyos családból, ahol gyakorlatilag sosem bántottak semmilyen külső adottsága miatt, és ez szerintem egy hatalmas szerencse. Óvodában sem nagyon emlékszem, azon kívül, hogy szerettem volna népszerűek közé tartozni, hogy bármilyen bántás ért. Talán fizikai, egyszer egy kisfiú, aki sakban tartotta az egész csoportot, hát engem is megtalált, és én is kaptam tőle, de én reflexből visszaütöttem, ami nem biztos, hogy jó megoldás, viszont utána a kisfiú ezt abba hagyta. És emlékszem az érzésre, a lelkiismeret fordulásra, hogy én visszaadtam, hogy bántott. És szerintem ott hagytam abba azt, hogy valaha is vissza akarjam adni azt, hogyha bánt valaki, és próbálok erre figyelni, hogy még akkor se okozzak neki fájdalmat, hogyha ő fájdalmat okozott nekem. Aztán iskolában már voltak különböző kis abúzusok, kis bántalmazások, kis csúfolódások. Az első az volt talán, amikor Csontikának hívott egy osztálytársam, aki aztán később gimibe az osztálytársam lett, és neki köszönhetem a matek érettségimet, hogy meglett, úgyhogy végül is kiegyenlítődött a számla, de akkoriban nagyon rosszul esett ez a csontikázás, és nagyon megviselt. Egy kis vékony kislány voltam, aki egyébként szerintem tök jól evett, de nem tudtam hízni, és borzalmasan sokat csesztettek miatta, emlékszem az iskolában néha tanárok, hogy egyek még. Így lesznek a táplálkozási zavaros emberek, szerencsére annyira nem hatott meg, viszont a csontika csúfolás az nagyon. És anya azt mondta, hogy amikor majd azt kiabálják, hogy csontika, akkor mutatkozz be nekik, hiszen ők is bemutatkoztak. És mondd azt, hogy szia, én meg Hegedűs Enikő vagyok. És kipróbáltam, és képzeljétek el, mi döbbenet, és abba maradt a csúfolódás. Ilyen szempontból humorral nagyon jól fel lehet oldani ezt a dolgot, és én is igyekeztem sokszor a komment szekcióban, amikor valamilyen bántást kaptam, feloldani ezt. Általános iskolában még volt egy lány, azt hiszem ilyen negyedikes láttam, aki csúfolódással tartotta sakban a környezetét, és azért volt menő, mert féltek tőle, hogy céltáblává válnak, hogyha ellenkeznek. És ő nagyon sokszor megalázott embereket, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy én akkor kicsi voltam ahhoz,
hogy leállítsam. Néha próbáltam enyhíteni azzal, hogy utána oda mentem az illetőhöz, és elmondtam neki, hogy hülye az, meg bármi, de én is féltem, hogy kapni fogok, és ez nagyon rossz érzéssel tölt el a mai napig. Aztán gimnáziumba kerültem, hát ott is voltak ilyen dolgok, de a legdurvább, hogy sokszor tanárok alkalmazták a megalázás eszközét, talán azért sem alakult ki az osztályon belül túlzottan csúfolódás vagy a másik bántása, mert egyszer volt egy nagyon csúnya precedens erre, és akkor sokan szerintem kinyitottuk a szemünket, hogy úristen, hogy lehet valakit az anyagi helyzete, a családja helyzete miatt megalázni, és igen, ezt egy tanár csinálta, és hát szerintem minimum egy komoly megrovást kéne kapnia, de természetesen senki nem mert ez ügyben lépni. Úgyhogy nem csak egy korosztályból találhatunk ilyet, sőt, küldte nem egy ember, hogy a főnöke próbálta megalázni, vagy meg is alázta, a főnöke kritizálta a külsejét, vagy bármiét, mert erre nincsen semmi joga, plusz szerintem, ha hatalomba felette vagy, vagy pozícióba valakinek, nekem mindig azt tanították, hogy akkor legyen még készségesebb a másikkal, hiszen nem tudja úgy megvédeni magát. Nagyon figyelj rá, hogy sose bántsd meg azt az illetőt. A gimnáziumban én nem számítottam az osztályomban menőnek. Abszolút. Kikacsingattam pont ezért az osztályból, és kiközösítettem az osztályt, mint kiderült utólag. És ami érdekes, hogy most meg szerintem én tartom a legtöbb emberrel az osztályból a kapcsolatot, nagyon jóban vagyunk, összejárunk, találkozgatunk, beszélünk, és ezért én elképesztően hálás vagyok, hogy ez így alakult, mert feloldotta ez a dolog gyakorlatilag azt a pár évet, amikor én ott rosszul éreztem magam, és magányosnak éreztem magam, és kirekesztetnek. Én később kerültem abba az osztályba egy hónappal, októberbe kerültem oda, mert a másik iskolában nem lehetett haladni a tananyaggal, és elpanaszoltam otthon, anyáik azonnal léptek, és átvittek egy 8 osztályos gimnáziumba, ami megfelelően erős volt tudásilag, meg tudásátadás miatt, és akkor megvoltak a klikkek, és én nem láttam, hogy beleillenék bármelyik klikbe, vagy beszeretne bárki fogadni. Volt egy-két lány, aki elkezdett barátkozni velem, de úgy kívülállóként éltem meg gyakorlatilag a gimnázium jelentős részét, és nagyon-nagyon rossz érzéssel töltött el, úgyhogy a kiközösítésben van egy kis tapasztalatom. Az előtte levő iskoláimban pedig tök népszerű voltam, és ezért ez nagy váltás volt. Képzeljétek el, hogy gyakorlatilag mindenki, aki bántott ott, vagy rossz érzéseim maradtak utána azért, mert csúfolt bármivel, mert azért kaptam a hajam miatt, néha az öltözködésem miatt, mert én extrában öltöztem, én rockzenét hallgattam, még ott inkább ez a mulatós vonal volt az elfogadott. Szóval volt két osztálytársam is, és aki bocsánatot kért. Az egyik önként, a másik meg egy másik osztálytárs volt osztálytársnak az unszolására, és mindkét eset kellett ahhoz, hogy ezt feldolgozzam. És kellett az is, hogy nagyon sok osztálytárssal tartsam a kapcsolatot. Úgyhogy én javaslom neked, hogyha volt olyan, aki bántott, nyugodtan keresd meg, és beszélgess vele erről, hogy milyen fájdalmat okozott akkor régen. És lehet, hogy egy bocsánatkérést kapsz. De legalábbis tisztázod, és nem cipeled magaddal azt a mumust, aki ott volt. De természetesen csak akkor, ha készen vagy rá, illetve ha elég idő eltelt, hogy ne rúgjon esetleg még egyszer beléd. És hogyha tudod kezelni azt is, hogy hülyén reagál, mert ehhez nagy bátorság kell, hogy az ember szembenézzen azzal, aki terrorizálta őt. A blogolásom viszonylag elején volt egy lánycsoport Facebookon, ami gyakorlatilag arra jött létre, hogy másokat szidjanak, becsmireljenek, egy-két információ átmenjen, és stb. És az akkori bloggereket hát sorra vették. Én is nyilván belekerültem ebbe a szórásba, és mindennek elhordtak, mindenfélét kaptam, a diszlexiámon ércelődtek, hát gyakorlatilag abban nem kötöttek bele, hogy öltözöm, annál volt pozitív megjegyzés, hogy szerintük akkoriban jól öltöztem,
És nagyon fájt, és beléptem abba a csoportba, hogy megvédjem magamat, mert akkor már kifejlesztettem azt a magatartásomat, hogy igenis jobb beleállni néha egy ilyesmibe, azóta tudom, hogy nem. Vagy nem úgy, meg vannak olyanok, akikkel fölösleges, de képzeljétek el, volt egy-két lány, van egy-kettő, akivel a mai napig jóba vagyok, illetve volt olyan, aki aztán vállalkozást hozott létre, és tök sokáig működtünk együtt, és bocsánatot kért, mert elkezdte követni ennek hatására, hogy én ott kiálltam magamért, a blogomat elkezdett megismerni, nyilván ez csak egy kis százalék az életemnek, és azt mondta, hogy úristen, én azt gondoltam rólad, hogy, és nem is vagy olyan. Tehát szálld rá a másikra azt az időt, hogy megismert, hogy ő milyen, mielőtte egy pálcát törnél felette. Meg nem is muszáj törni bármilyen pálcát, bárki felett is. Ha szólnom lehetne ezekhez a bántalmazó emberekhez, akik abban lelik örömüket, hogy a másikat beletapossák a sárba, akkor azt tudnám mondani, hogy ettől nem leszel több. Hogy az a menő, hogyha kiállsz a másikért, és itt így hozzátok is szólok, akik nézitek ezt a videót, mert nyilvánvalóan inkább azok fogják megnézni, akiket bántottak már, hogy állj ki másokért. Akkor vagy hős, ha te odaállsz, úgymond a golyózápor elé, és azt mondod, hogy jó, na most fejezd be, és ne bántsd. És ez óriási tiszteletet ad annak az embernek, aki oda mer állni. És nekem is volt ilyen, hogy megvédtek, és ne tudjátok meg, milyen jól esett, amikor valaki megvédett, és nem hagyta, hogy én legyek a céltábla. Mert mindenkin van fogás, azon is, aki bánt, és vissza lehet ezt forgatni, hogy akkor kiemeljük az ő hibáit, de kb. Fölösleges. Meg nem is érdemes szerintem visszadobni azt a követ. És mit tanácsolnék, hogyha téged bántanak, ha csúfolnak, azt, hogy állj ki magadért, és próbálj akár kedvességgel fordítani ezen a helyzeten. Ne hunyászkodj meg, semmi esetre sem, mert akkor örömüket fogják lelni benne. Anya szokta azt mondani, hogy azt lehet cukkolni, aki hagyja, hogy cukkolják, aki cukkolható gyakorlatilag. És ugyanígy van ez a bántásnál is. Ha te hagyod magad, és nem pereg le rólad, akkor rohadt szórakoztató, hogy te ezen görcsölsz, és visszavágsz, és hisztizel. Az állj ki magadért, ez nem visszavágás, hanem az, hogy most már fejezd be, ez nem rólam szól, ez inkább téged jellemez, és ne haragudj, én nem ilyen vagyok, te nem ismersz jól, neked előítéleteid vannak velem szemben. Talán valami ilyesmi lehet az állj ki magadért. De nagyon szívesen olvasom a komment szekcióba azt is, hogy titeket hogy bántottak, illetve hogy tudtátok kivédeni. A másik még, ami jó módszer, ha ignorálod, és figyelmen kívül hagyod, és nem foglalkozol azzal, hogy mit mondott. Mint hogyha ott se lenne, hiszen ha ő bánt, akkor ő neked miért számít? Miért számít a véleménye? Vagy pedig humorral, sziasztok, Hegedűs Enikő vagyok. Vagy bármilyen csattanós poénnal megoldhatod, hogy ú, de jól körbeírtad a személyiséged, azt a mindenit. Fú, igen, nekem nagy az orrom. Remek. Ha valaha is bántottak, akkor nagyon jó módszer, amit én csináltam, hogy csináltam ebből egy videót. Írd le azt, hogy mikor bántottak, miért, van-e igazság alapja, illetve számít ez most a mostani életed során? Lényeges-e az, amit akkoriban mondtak? És próbáld így feldolgozni. Ha pedig valaminek nem megy a feldolgozása, akkor érdemes pszichológushoz fordulni, vagy kineziológushoz, vagy bármilyen segítő emberhez, és érdemes ezekről a dolgokról beszélni. A legdurvább az, hogy nagyon sokszor a barátaink bántottak minket, és olyan barátnőkről is rengeteg üzenetet kaptam, akik az embernek elvették az önbizalmát. Például én is kaptam nagyon sokszor a súlyom miatt barátnőktől megjegyzést, vagy a narancsbőröm miatt, mert bizony narancsbőrösödős vagyok. És valamit sikerült feldolgoznom, például úgy, hogy táplálkozási zavarig éheztettem magamat szinte, és az anorexia határán evickeltem 42 kilósan, és azóta tudom, amióta ez így visszabillent, hogy nem ezen múlik az értékem, és nagyon sok minden nem ezen múlik, hogy az ember hogy néz ki, mert a külső az változó. Öregen mindenki öregednek fog kinézni, és nem lesz olyan szívfeszes a bőre, nem lesz olyan gyönyörű a haja, és bizony tele leszünk ráncokkal.
Ez van. Lehet ez időkerekén szépíteni, lehet tenni a külsőnkért, de nem ez fogja meghatározni azt, hogy boldogok vagyunk, vagy kerek az életünk. És hát igen, miért is bántottak engem, azzal fogom most lezárni a sort. Rosszul öltözök, repet az ég a hangom, mindenhez is értek, semmiben nem tudok kiteljesedni, csúnya vagyok, diszlexiás vagyok, a diszlexia mögé bújok, dagadt vagyok, vékony vagyok, színakazol a hajam, nem tudok angolul, minek van ennyi végzettségem. Igen, ezek csak azok, amik így hirtelen így a videó előtt beugrottak. Szóval remélem, hogy segítettem nektek ezzel a videóval, és ti rengeteget segítettetek azzal, hogy rávilágítottatok Instagramon, hogy mennyi minden miatt bánthatják az embert, és hogy mennyire nem igaz. Én ránéztem ezekre a nőkre, férfiakra, akik elküldték nekem a fájdalmukat, a sebüket, azt, hogy miért bántották őket, és a nagy rész nem volt igaz. Szóval írjatok egy listát, és dolgozzuk fel együtt ezt az egészet, és ha láttok bántalmazást, láttok csúfolódást, akkor állítsátok le. Sziasztok!